dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, dinero, dinero y no vamos a parar. A 23. alkalommal került megrendezésre Bábolnán a Kukoréca Fesztivál, és úgy tudom, hogy számodra ez komoly kihívás volt, mármint a programok megszervezése, hiszen először vettél részt ebben. Lebonyolítóként már tavaly belekóstolhattál ebbe, de mint főszervező azért ez egy komoly munka lehetett. Igen, tavaly már segítőként jelen voltam, amikor már minden meg volt szervezve, és úgymond csak le kellett vezényelni az egész fesztivált. Egyébként ez is egy nagyon jó tapasztalat volt, és nagyon hasznos volt. És idén áprilisban az a megtiszteltetésért, hogy engem neveztek ki a Kulturális Központ megbízott vezetőjének, és az első feladatom ez volt, hogy a Kukorica Fesztivált akkor véglegesítsem, és megszervezzem, úgyhogy gőzerővel nekiestem, és készítettem rá magamnak egy olyan tanulmányt, hogy mi és miért történjen a Kukorica Fesztiválon. Itt sorra vettem azokat a generációkat, akik Bábolnán jelen vannak, és aktívak, és eljönnének, így a legkisebbektől a nyugdíjas korosztályig mindenkire kellett gondolnom, és a megszervezési feladatoknál pedig ezt tartottam szem előtt, hogy mindenki találjon saját maga számára megfelelő programot. Péntek délután kezdődött a program kavalkád. Ez egy szokványos program, megszokott dolog immár. Szerintem ez is a kezdetek óta működik, a Bábolnai Alkotók kiállítása, tehelytörténeti gyűjteményben. Ezúttal hány alkotó hozta el művét ide? 18 fő jelezte a részvételi szándékát, végül 12 ember munkái láthatóak most a helytörténeti gyűjteményben, és 3 kiállítói teremben helyeztük el őket. Már kicsit engedtem abból, hogy nem csak helyieket, környékbélieket is engedtünk kiállítani, így jelentkeztek Győrből, Komáromból, és nem titkolt szándékom kialakítani egy művészi kapcsolatot Pilis Csabával. Ott van egy olyan amatőr festőklub, akik most már nem is annyira amatőrök, akikkel úgy látom, hogy a helyi bábolnai alkotók egy szuper kulturális cserét tudnának létrehozni. Az eddig megszokottaktól eltérően volt egy kis műsor is, egy bűvész érkezett ide. Igen, Kis László személyében Komáromból hívtam meg egy bűvészt, és azt tudni kell, hogy a zenélő arborétum sajnos a rossz időjárás miatt elmaradt, és többen megkerestek, hogy a bűvész előadást nem tudom-e valahogyan beépíteni, hogy ők arra nagyon szívesen eljöttek volna, ezért azt találtam ki, hogy a megnyitóra meghívom. Szerencsére Laci ezt rugalmasan kezelte, úgyhogy egy fél órás műsorszámmal készült nekünk ide. Na hát aztán pénteken már a Szabadidő Park volt a valódi helyszín, egy nagy koncerttel nyitott a Kukorica Fesztivál. Igen, mindig péntek az a nap, amikor a nagy koncertet szeretnénk közönség elé hozni, így a Magna Cum Laude-t hívtuk meg idén, aki ugye Magyarországon a top 10-ben szerepel. Nem tévesek az információim, akkor a zenekar indulása az nem ment zökkenőmentesen, ugye annak idején, ami számomra érdekes volt, hogy a szakma nem feltétlenül ismerte el, de a közönség azonnal rátalálta a dalokra, számokra. Hogy is volt ez? Hát a szakmának meg kellett ismerni ahhoz, hogy elismerje a muzsikánkat. Nem azt mondanánk, hogy a szakma nem ismerte el, hanem
az az ipar, amit szórakoztató iparnak hívnak, és itt beleértve a magyar kiadókat, akik teljesen más típusú zenére voltak ráállva, akkoriban nagyon ment ez a Lagzi Lajcsi mulatós, meg a playback dolgok, Kozsó és az Álmokfutók, igazából ezeket a előadókat szemelték ki a kiadók, ők nem szerettek volna akkor sem és most sem beinvestálni egy kezdő zenekarba, akiben nem feltétlenül látnak azonnal potenciált, ez akkor is így volt, most is így van, de nem sopánkodunk, nem az van bennünk, hogy hú, nekünk mennyit kellett várni arra bizonyos sikerre, nekünk valahogy így van megírva a sorsunkban, hogy ezeket a dolgokat kellett megélni. Valószínű, hogyha újra kezdeni az ember, akkor is inkább a nehezebb utat választanám, mert azt gondoljuk, hogy így sokkal inkább tudjuk értékelni azt, amit elértünk, és hát nem csak magunknak köszönhetjük, hanem tényleg a közönségnek, akik évről évre felfedeztek bennünket, és mint a mesében, amikor látja az ember, hogy évről évre gyarakszik a közönség, az egy jó eső érzés. Ti azt hiszem, hogy inkább ilyen koncertezős közönségzenekar vagytok, nem? Sokat koncertezünk, nyilván most azért a Covid helyzet miatt kicsit háttérbe szorult az élőzene, és ezt megérezte a zenekar is természetesen, de volt, mert nem volt lejjebb, úgyhogy most már csak fölfele van, reméljük. A koncertek egyértelműen azért fényezik a zenekart, abszolút. Tehát jobban tudunk teljesíteni, meg jobban átjönnek az üzenetek. Természetesen máshogy nyúlunk egy dalhoz, amikor stúdióban meg kell csinálni, máshogy elő kell adni a közönségnek. Itt azért ráteszünk egy pár lapát. Zene és szöveg nagyon jól harmonizál, illetve mind a kettőben meg lehet találni azért egyfajta, hát nem az egyszerűséget, mondjuk a zenébe egy kis progresszivitást, a szövegekbe némi elvont tartalmat. Hát igazából a zenéért a Szabó Tibi felelős, aki most még nincs itt, ő tudna erről mesélni, de az észrevétel az nagyon helyén való. Én is azt gondolom, hogy Tibi valami olyan melódiákat, harmóniákat használ, ami nem volt igazán jellemző, mert az emberek hajlamosak rámenne a tutira, rámenne arra, hogy kiszolgálják a közönséget, és itt ez a fajta kiszolgálás nincs jelen, és hát a szövegről pedig a mellettem álló magasabb úriember tudna beszélni. Valószínűleg az inkább megpróbál kiszolgálni szerintem a zenét, és valahol az lenne egy ideális állapot nyilván, hogyha mondjuk eltüntetnék a szöveget, mint segédeszközt, akkor a zenés kibírná ugyanúgy fejezni azt, amiről gyakorlatilag én csak így ilyen kis foltokat oda dobálok az igazi festményhez. Ezáltal nálatok azért kialakult egy meglehetősen egyedi hangzásvilág, mind a zenében, mind pedig a szövegekben. Egyébként én úgy gondolom, hogy a művészetben eleve maga az egyediség határozza meg a művészi létét az egésznek. Ti ezt hogyan gondoljátok? Hát cél volt, mikor megalakultunk, hogy valami olyan dolgot csináljunk, ami még nincs. Persze mindenki van találva, de mégis ahhoz ragaszkodtunk, hogy valahogy úgy nyúljunk a zenéhez, úgy nyúljunk a szöveghez, valahogy úgy hangszereljük, hogy egy picit más legyen. Magunkról azt állítani, hogy egy stílust képviselünk, ez kicsit nagyképű lenne, ezt én azt gondolom, hogy nem nekünk kell eldönteni, hanem a közönségnek, de hogyha te ezt mondod és ezt hallod, akkor valamilyen szinten mégiscsak van benne igazság. Még azt sem mondanám, hogy ez azért 100%-ban tudatos, hogy most akkor, ha íródik egy zene, akkor milyen legyen. Valahogy így bármilyen hihetetlen az ember próbál arra figyelni, hogy a dal az próbáljon önálló életet érni, és saját magát formálja akár a stúdióban. És számtalan szó volt olyan, hogy valamit akartunk csinálni a dallal, és egész egyszerűen ledobta magáról. És valahogy más irányba kellett vinni, ez tök érdekes. És ilyenkor lép életbe az, hogy tényleg a dal saját magát formálja. A mai koncert hogyan épül fel? Sajnos titkokat nem árulhatunk el, komolyan belső titkokat. Általában úgy van, hogy egy ilyen szezonra tűzünk ki egy ilyen vázat, ami képvisel minket abban az évben, mondjuk az a 10-12 dal. És akkor mellé minden koncerten szemezgetünk a gyümölcsös kosárból, ilyen kis gyümölcs, olyan kis csemege, és akkor mai napra is lesz egy specifikus program.
Itt volt még egy tűzi játék is, ami nagy élmény volt a közönségnek. 9 perces tűzi játékot hoztunk a közönség számára, amit pedig zenei aláfestés díszesített, és annyira népszerű volt, hogy másnap is kerestek, hogy ugye szombaton is lesz tűzi játék, tehát nem fért bele sajnos az időbe. Stílussal, diszkóval folytatódott, és egy elég neves szemét hívtatok, plusz még egy vendégművészt is. Igen, itt a 30-as, 40-es korosztály vettem péntekre, elsősorban gorcső alá, ki az, akinek örülnének. És mondták, hogy egy jó retro buli, már olyan régen volt bábban, nem? Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ki az, aki egy ekkora tömeget tud kezelni, az nem más, mint egy DJ. Ezért DJ Hubikot hívtuk meg, aki a környékbéli szórakozó helyekről már ismert lehet. Szerintem ő nagyon jól alapozta a partit, aztán sztárvendégnek Máksi Attilát hívtuk, aki hát most már lehet mondani, hogy az én fiatalabb koromból is nosztalgiával, retroval tud készülni, és akkor a buli volt, hogy láttam a közösségi média felületein, hogy írták, hogy sajnos esik az eső, nem baj, gyertek ki, bulizunk, úgyhogy egy icipici szemerkélő eső nem tudta elvenni a kedvét az embereknek a jó szórakozástól. Szombati nap. Ez volt a fő nap, és itt már reggel, a kora délelőtti órákban elkezdtek a programok. A régi helyszínen, a kereskedő udvarban a termelői piac maradt, így a szombat délelőtt oda is kilátogathattak, aki esetleg a helyi termelőktől, környékbeli termelőktől szeretné beszerezni az alapanyagokat. Választhatok? Választhatok. A gyermekekké volt először a színpad, a színtér. 9-től indultak a kísérő programok, a játszóparkok. A Szivárványkölyök kuckó települt ki, nagyon szuper játékokat hoztak ki, és szuper lehetőségeket nyújtottak a gyermekeknek. A Virgonckodó játszópark jött el Neszmélyről, őket gyermeknapról ismerhetik már a bábolnai családok, és akkor nagyon sok visszajelzés jött, hogy amint tudom, hívjam vissza őket. A gyermeknapon 8 egységet hoztak, most 22 egységnyi játékot hoztak, úgyhogy itt is még a gyerekek között is mindenki megtalálhatta azt, ami neki a kis szíve vágya volt a játékok közül, illetve Szabó Kozár Évát kértük meg, aki már szintén hozzátartozik, azt gondolom, a Kukorica Fesztivál szereplőinek listájára, és ő pedig homokképkészítéssel készült a fűzfa építménynél. A gyermekprogramokat még színesítette a csillámtetkó arcfestés, ezt a választ kaptam gyermeknapról, hogy ez elengedhetetlen, úgyhogy ezt idén is biztosítottuk.
No, de hát a gyermekek nem maradtak színházi élmény nélkül sem, hiszen két olyan előadó jött, amely az egyiket jól ismerik itt már Bábolnán az óvodások, a másik pedig egy tulajdonképpen gyermekeknek szóló koncert volt. Megmondom őszintén, hogy mind a kettő fellépőt saját tapasztalat alapján választottam, ugyanis Kalapjakabbal már korábban megismerkedtem egy iskola választó programon, ahol kisgyerekeknek tartottak előadást, ahol akkora fergeteges műsort csináltak, hogy én önmagam fogtam a hasam a nevetéstől, úgyhogy mondtam, innentől kezdve, ahova csak tudjuk, a Kalapjakabot el kell hívni, ez 2019-ben volt, és azóta is számtalanszor megfordult már Bábolnán. Kalapjakabot azt hiszem, hogy a bábolnai gyermekek jól ismerhetik, mert visszatérő vendégek vagytok már itt. Hogyan sikerül a gyerekek közelébe kerülni? Mi az a módszer, ami titeket ilyen vonzóvá tesz? Mert én azt tapasztaltam, hogy a YouTube csatornákat is úgy nézik, az én unokám is nagyon szereti. Hát nagyon örülök, igen. Régóta járunk Bábolnára, elsősorban régebben a óvodába jöttünk sűrűn, és most pedig itt vagyunk a Kukorica Fesztiválon, nagyon szépen köszönjük a meghívást. Hát nem tudom, talán az, hogy akik játszunk, ugye a magját alkotjuk a zenekarnak, én és a fiam, mindketten nagycsaládosok vagyunk, nekem 5 gyermekem van, neki 4, és a gyerekek között éljük a világunkat, és nagyon szeretjük őket, és talán ezt így megérzik a gyerekek is, meg a szülők is. Ugye a Bábszínházról van szó, de azért ez több annál, hiszen élőzene, hangszeres előadás, ti magatok, egy interakció, sok minden belefér ebbe. Igen, hát mi úgy mondjuk magunkat, hogy bábkoncertnek mondjuk magunkat, tehát élőben játszunk, és közben bábok is szerepelnek, így megpróbáltuk a Bábszínházat és a koncertet így összegyúrmázni, és hát ez jön ki belőle körülbelül, a mi látásunk szerint. Az előadások, a műsorok általában ismert meséken alapulnak, vagy pedig ti is írtok meséket, illetve vagy kicsit átalakítjátok? Nem, hát csak saját dolgokat játszunk, tehát semmilyen, úgymond olyan mesét nem játszunk, amit nem mi találtunk ki. De itt most ilyen pillanatban pont egy ilyen koncertesebb verzió lesz. Óvodákban szoktuk inkább a mesésebb verziókat játszani, de ilyen rendezvényeken pedig a koncertesebb verziót, ami inkább a YouTube-on népszerű nótáinkat élőben prezentáljuk ki, úgyhogy próbáljuk hozni videóklipszerűen, hogy körülbelül hasonló dolgok történjenek, mint ami a filmben vagy a videóklipben is történik. Ez az előadás, ennek most mi a címe, mi az, amiről szólni fog? Sok nincsen olyan konkrétan címe, ez egy Kalapjakab bábkoncert lesz, de ha már nagyon el kell nevezni, akkor most ami a legnépszerűbb vagy legnézettebb dalunk, ez a Csiga Biga gyereki, tehát ez egy Csiga Biga koncert. Számolj tízig újra meg újra a kétkezetet, ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most a tízig, nagyon okos, jó. Számolj tízig újra meg újra a kétkezetet, ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud tízik, az nagyon okos. Figyelj! Egy kis kutya, kettő kis cica, három kis egér, négy nagy tehén, barika, hat barika, hét kis kakas, nyolc kecske vak, kilenc kacsát, tíz balacka, számolj, mert gyorsan úgy. Újra meg újra a kétkezetet, ennyi az újat, ha nem tudtad, tanuld meg most, aki tud tízik, az nagyon okos. Aztán Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl folytatta a programokat, akiknek szükségük volt egy kis időre a beállásra, és ezért is volt jó, hogy ott voltak már a játszóparkok, és át tudtak menni a gyerekek addig ezzel foglalkozni. Itt volt egy észrevételem, már gyereknapról is, tavalyról is, idénről is, a Hölgyegylet jótékonysági napjáról is, hogy akkora ez a park, hogy a gyermekkoncerteket hallgatják a park számos területéről. Ők nem fognak egy bábjátékhoz, ugye oda kell ülni, lássák a bábokat, élvezzék az előadást, de egy koncertet lehet egy 500 méterről odébről is hallgatni. Így a látszólag nem voltak sokan, de valójában 1000
fő volt a parkban szétszórtan, akik hallgatták a koncertet. Farkasházi Réka és a Tintanyúl. Itt az előbb beszélgettünk, és itt a felnőtteknek is megvan ez a zenekar. Valamiért a dallamok, a szövegek, hogy úgy mondjam, beégnek a felnőtt agyakba is. Hát ez nem titkolt célunk, hogy ne csak a gyerekeket szórakoztassuk, hanem a felnőtteket is, hogy igazi családi élmény legyen, hogyha valaki eljön a koncertünkre. És tényleg úgy tűnik, hogy működik, tehát számtalanszor kapunk olyan visszajelzést, hogy a gyerekeket már rég kitették az obiban, suliban, bölcsiben, és az anya, apa meghallgatja a CD-t, vagy éppen a Spotify-on tovább a játszási listát az autóban, vagy otthon, és ez nekünk nagyon-nagyon jó élmény, vagy jó érzés, mert hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy ez a bizonyos, amiről olyan sokat mesélünk, minőségi együtt töltött idő a mi koncertjeinken tényleg megvalósuljon. Ezek a dalok általában túlnyomó rész saját szerzemények, vagy pedig ismert népdalok, feldolgozások is vannak benne? Csak saját dalokat játszunk. Most már éppen hamarosan megjelenik a 8. lemezünk. Úgyhogy azt mondhatom, hogy az elmúlt 17 évben most már eljutottunk odáig, hogy van egy saját kiforrott stílusunk, ízlésünk, a közönségünk is, és rengeteg mondani valónk, úgyhogy saját dalokat írunk természetesen. Vers megzenésítéseket azért csinálunk, mert hogy a másik küldetésünk a kortárs versek népszerűsítése, de azért most már túlnyomó többségben saját dalszövegeket is írunk. A te életedben mikor jött el ez a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy gyermekeknek szeretnél énekelni, egy olyan zenekart alapítasz, amelyik gyermekeknek szól? Életemben először 4 évesen álltam színpadon egy gyereknapon, gyerekközönség előtt, úgyhogy elég korán. Aztán 2006-ban döntöttem úgy, hogy akkor most hivatásszerűen is gyakorlom azt, amit azt hiszem mondhatom minden túlzás nélkül, hogy valószínűleg születtem. Én azt gondolom, hogy aki gyerekekhez szól, bármilyen műfajban, zenében, színházban, az valami különös küldetés. Arra születni kell, azt nem lehet pénzért csinálni, azt nem lehet kötelességből csinálni, azt arra születni kell. A színhozzálak sorban állnak, hogy csuka fejes bukornának. Kacska, mindós, nyíl egyenes, hol van már a fanyi leves? Két harcművészeti ág is bemutatkozott ezután, ami szintén talán a gyermekeket érdekelte jobban, hiszen a két csoportban is sok gyermek résztvevő volt. A Tóth Gábor neve szerintem mindenkinek összefügg Bábolnának karatéval, úgyhogy őt kerestem meg idén is, hogy mindenképpen szeretnénk egy harcművészeti bemutatót. A Bábolnai Karate Klub mindig rendszeres résztvevője a Bábolnai Kukorica Fesztiválnak. Most mivel készültetek, milyen bemutatót tartottatok? Hát most nem tudtunk készülni a győriekkel, sajnos már nem értek rá, mert elfoglaltság volt. Ezt most a Bábolnai Karate Klub tanítványai, meg az vezérletemmel csináltuk ezt a műsort. Mi raktuk össze. Ezek a tanítványaim ma tavaly szeptember óta ideig tudtunk el, hogy levizsgáztak, két vizsgát tettek, mindenki levizsgázott, hál' Isten, és hál' Isten ez a csapat már tavaly szeptember óta ugyanez a létszám, és még van mellé 2-3, aki majd esetleg majd bejön a edzések. Ügyes és kitartó társaság. Ilyenkor mit mutattok meg? Ugye nincs sok idő erre, ugye ez egy időigényes sportág. Ilyenkor csak tényleg minimális idő van arra, hogy valami kis szeletét megmutassátok ennek. Hát van a kihon része, amikor helyben dolgozunk, van a időkihon, amikor mozgásba, van formagyakorlat, jó, most itt nem küzdöttünk, hanem a küzdés helyett inkább törtünk lécet. Ez egy látványosabb inkább. A küzdelmet nem szerettem volna most így a gyerekekkel
itt a füvön, vagy ilyesmivel, hogy valaki véletlenül megsérüljön, vagy akármi legyen. Inkább választottuk a törést inkább, és akkor ezt tervezettük inkább a gyerekekkel. És akkor kérdeztem, hogy ki szeretne, és a végén mindenki úgy döntötte, hogy megpróbálja. Nem olyan egyszerű eltörni ezt a lécet, kell hozzá egy kis akaraterő, egy kis erő, egy kis ambíció, és valaki például fél oda ütni. Ennek oda kell ütni, hogy eltörjön végül is. Nincs befűrészelve, hogy esetleg sokan mondják, hanem ez egy rendesen meglegyártott anyag. Te szerény ember lévén általában mindig a csapatról, a tanítványaidról, a csoportról szoktál beszélni, de áruljunk el azért egy titkot rólad. Hát most levizsgáztam a harmadik dalra, és már 83 óta csinálom ezt, és szívvel lélekkel viszem a Vámolék Karate Klubot, úgyhogy örülök, hogy tudunk kezdeni, van lehetőség, van terem, jönnek a gyerekek, érdekli, és hála Isten most tavaly szeptemberben voltam, kaptam a lányokat is, és így vegyes csapattal készülök mind a vizsgákra, így a bemutatóra, vizsgára, és a versenyekre is. Győri Bonsai Aikido folytatta a fellépést, akik, hát úgy gondolom, nagyon érdekes és interaktív bemutatóval készültek nekünk. Remélem, hogy őket is majd többször még vissza tudjuk hívni programjainkra. Hát egy érdekes, különleges harcművészeti bemutatót láthattunk, ez az Aikido, ami azt hiszem, hogy ritkán mutatkozik meg a nagy közönség előtt. Mi is ez? Hogyan űzitek ti ezt a sportágat? Az Aikido ez egy japán eredetű harcművészet. Mi Győrben gyakoroljuk a harcművészetet, és 23 éve alakult az egyesület. Gyerekcsoportjaink, felnőtt csoportjaink is vannak. Az Aikido alapvetően egy olyan harcművészet, amiben inkább az együttműködést, a harmóniára a törekvést gyakoroljuk dinamikus formában. Egy japán mester, a Morihei Ueshiba fejlesztette ki ezt a harcművészetet, és mi japán mestereken keresztül, illetve Európában élő japán mestereken keresztül tanultuk ezt meg. Magyarországon most már nagyon sokan magas szinten művelik, hiszen nagyon komoly 30-40 éves hagyományai vannak a harcművészetnek. Sajnos igen, egyre kevéssé van tere az ilyenfajta harcművészet megmutatásának, de egy ilyen bemutató az nagyszerű lehetőség arra, hogy bemutassuk azt a egyébként nagyon izgalmas és érdekes világot, amely keleti eredetű. Ráadásul eszközhasználattal is párosul ez a harcművészet. Természetesen, mint minden hagyományos harc, ugye a szamurájok is, akiknek a hagyományi alapján dolgozunk mi, katonák voltak, és ezek folytán fegyvereik is voltak, és ezeket a hagyományokat gyakorolni csak ilyen eszközökkel lehet igazán. Tulajdonképpen három harcművészettel foglalkozunk, három hagyományt gyakorlunk. Az egyik az Aikido, ez a legrégebb óta, amit az egyesületben és a legszélesebb körben gyakorlunk. A Jodo, ez a másik dolog, ez egy kevésbé ismert harcművészet, de Európában nagyon népszerű, és nagyon sok helyen tudjuk gyakorolni őket. És a harmadik pedig az Iaido, ez is ez inkább egy egyéni gyakorlás, tulajdonképpen mi vagyunk, és a kard maga, és a forma, a jelenlét, a megfelelő pillanat megélése, és ezt gyakoroljuk. Aztán még egy blokk következett, ez már a kora délutáni órákat idézi. A helyi, illetve környékbeli amatőr csoportok bemutatójával folytatódott a színpadi program. Igen, a polgármesteri köszöntő után átvették a színpadot a helyi fellépők, akiket nagyon örülünk és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek és színesítették a műsorunkat, és emelték is, mert nagyon minőségi fellépésekkel készültek, és bíztatnám a lakosságot, hogy kövessék őket nyomon, mert ezekből a fiatalokból még ki tudja, hogy egyszer hova jutnak el és mi lesz belőlük. Úgyhogy most kell a kis csemetéket figyelni a pályájuk kezdetén. Részt vett a cseperedők, akiktől megszoktuk, hogy szuper minőségi fellépéssel készülnek. Idén sem volt ez másképp. Egy nagyjából 15 perces műsorral készültek nekünk.
Hát a cseperedők is mindig állandó résztvevője a kukorica fesztiváloknak. Mi újságban veletek, mind dolgoztok, milyen műhely munkát végeztek mostanában? Hát ugye nekünk is most indult el szeptemberben a tanév idézőjelben, úgyhogy most kezdtük meg a próbáinkat 2 hete. Hát van mind dolgozni, ez biztos. Hál' Istennek rengeteg fellépésünk van most, konkrétan 5 helyre megyünk egy hónapon belül, úgyhogy egyelőre nagyon kevés időnk maradt próbálni, aztán ha ezeken túl vagyunk, akkor állunk neki az új anyagoknak. Minden korosztályban próbáltok? Új anyagokat is esetleg tanultok, gyakoroltok? Abszolút igen, ugye ugyanígy meg mindig 4 csoportban működünk, aprók, kicsik, középsők és a nagyok, és minden évben mindig egy új anyagot dolgozunk fel, vagy éppen 2 a nagyoknál, hogyha megy és bírja a csapat. Például árulj el nekünk kulisszatitkokat, mi az, ami most nagyon újdonság lesz az életetekben? Hát egy széki koreográfiánk lesz, ezzel ennyit mondhatok, az biztosan, és az új anyag azt pedig még meglátjuk, valószínűleg egy külsős fogunk hívni, és akkor az pedig egy ilyen, hát a csapatnak is jót tesz, hogyha felpesdítjük egy kicsit, ez mindig segít a csapatnak, felrázza. Hogy telt a nyár, pihenéssel, vagy pedig azért volt egy kis munka, táborozás, stb., mert nálatok régebben szokott ilyen lenni. Igen, hát ez most inkább pihenéssel telt ez a nyár, de volt egy edzőtáborunk, ez még tavasszal, de igen, most a nyarat azt hagytuk mindenkinek, hogy jó pihenéssel telt. Na most a Kukorica Fesztivál színpadán mit láthatunk majd tőletek? Hát 3 csoporttal jöttünk, kicsik, középsők és nagyok. Kicsik ugye ugrós fognak táncolni, középsők pedig vitnyédi, ez Rába közben van ez a tánc, a nagyokkal pedig egy szatmárit hoztunk, úgyhogy kis magyarországi táncokat fogtok tőlünk látni. Vették a terepet a Senior Tánc csoport Török Sándor vezetésével. Engem mindig meglep, hogy ők mennyire jó hangulatot csinálnak, és mindig elvezem a műsorukat, és csodálom a fizikai képességüket, mert én ettől a 15 percet biztos, hogy kidőltem volna, ha ennyit le kellett volna táncolnom, úgyhogy le a kalappal a Senior Tánc csoport előtt. Ha jól tudom, akkor először szerepel a Kukorica Fesztivál színpadán a Senior Örömtánc csoport. Mivel készültetek itt a közönség számára? Tulajdonképpen már másodszor lépünk fel, mivel tavalyi évben is szerepeltünk a Kukorica Fesztiválon, de akkor ugye a Vadvirág együttessel közös műsort adtunk, és így önállóan, mint Bábolnai Senior Örömtánc csoport valóban először lépünk fel a Kukorica Fesztivál színpadán. És a műsorunk tulajdonképpen annyi, hogy a kis koreográfiáink, néhány perces koreográfiáinkat összefűztünk 3-at ezekből, és ezt mutatjuk ma be a közönségnek. Ezek milyen típusú zenére készültek? Tulajdonképpen a Senior Örömtánc mozgalom az úgy van felépítve, hogy különböző népek, illetve standard táncoknak az idősebb 70-60-70 év felettieknek leegyszerűsített formában történő táncolása, és ez tulajdonképpen klubként működik. Az, hogy időnként színpadra is lépünk, az csak annyi, hogy a tagok azt mondták, hogy igen, vállaljuk el, csináltattunk közös pólót hozzá, és az általában táncolt kedvenc táncokból fűztünk össze néhányat. Úgy tapasztaltam, hogy egy rendkívül szorgalmas és összetartó társaság kovácsolódott össze. Igen, mondhatom azt, hogy most már 3. éve működik a csoport, igaz, volt egy hosszabb kihagyás a Covid miatt, de
nagyon lelkesek, jönnek folyamatosan és nagy kedvel táncolnak. Tulajdonképpen ez egy közösségépítő és ezen kívül egy szabadidős program az időseknek, és arra is jó, hogy társaságba jöjjenek heti egy alkalommal, és nagyon jól érzik magukat a foglalkozásokon, legalábbis én ezt veszem le az aktivitásukból és a jókedvükből. Én nagyon bízom benne, hogy a színpadon is mutatni fogják a jókedvüket. Én erre biztatom őket mindig, hogy az arcukon is látszódjon az, hogy ők ezt élvezik, mert mi tudjuk, de a közönségnek is mutassák ezt meg. Folytatta a sort a Harmónia táncstúdió. Őket Nagyimendről hívtuk meg, szóval ők egy kicsit, ha akarjuk, mondhatjuk rá, hogy kedves színben, hogy kakukktojás. Nagyimendről jöttek át, viszont rengeteg bábolnai vesz részt a csoport munkájában szereplőként, ezért hívtam őket meg, hogy a bábolnai szülők itt is helyben is láthassák színpadon a gyerkőceiket, de nem csak a szülők, a résztvevők is. Nagy Igmándot képviselitek itt a Bábolnai Kukorica Fesztiválon modern tánccal. Egy tradicionális együttesről van szó. Mivel érkeztetek ide, milyen produkciókkal érkeztetek Bábolnára? Hát különféle stílusú táncokat hoztunk, az óvodás csoporttól egy klasszikus balett előkészítő gyakorlatokkal megspékelt koreográfiát láthatnak. A első-második osztályos csoport egy kicsit a jive világába kalauzolja el a nézőket. A második-ötödik osztályos csoporttól egy zumba című koreográfiát láthatnak, ami a latin-amerikai táncok világába kalauzol el, illetve a nagylányoktól láthatunk egy klasszikus jazz koreográfiát és egy szintén latin koreográfiát. Mit lehet tudni a tánccsoportról? Úgyhogy, hogy nagyon régi, alapítású, mind a mai napig működik, nagyon népszerű. Igen, hát szerencsére most már 32 éve működik Nagy Igmándon, Somogyi Nézeketünk, de anyukám alapította 1990-ben. Idén végre megünnepelhettük a Covid után a 30. jubileumunkat, így 2 év kihagyás után ez óriási ajándék volt a gyerekeknek, hogy végre felvehették a szép csillogó fellépő ruhájukat, a szép frizurájukkal és a sminkkel felállhattak a színpadra, ahol megmutathatták a családjuknak, hogy mit is gyakorolnak az egész évben. Mekkora létszámmal működtök és milyen korosztályt szólít meg ez a tánc? Hát az idei évben 4 csoporttal működtünk, óvodástól középiskolásig. Volt egy óvodás és 2 alsós csoportunk, illetve egy 8-as középiskolás duónk. És közel ilyen 40 létszámmal működünk, ilyen fős létszámmal. Aztán egy kicsit más stílusú fellépők következtek, ők volt a Dancing Queens Dance Fitness csoport, akik egy zumba előadást tartottak. Hát a zumbát nem kell túltárgyalni, megszólal a zumba zenéje, és már is mindenkiben megpesdül az élet, a ritmus, a mozgás, úgyhogy egy nagyon élénk előadást láthattunk. Számomra, és szerintem a bábolnai közönség számára is egy kevéssé ismert csoport fog bemutatkozni itt a színpadon, a Kukorica Fesztivál színpadán. Kik vagytok ti, és mivel foglalkoztok?
Igazad van, valóban először mutatkozunk be. Mi vagyunk a Dancing Queens, ezt a nevet találtuk magunknak. Mi hetente egyszer szoktunk összegyűlni itt Bábolnán. Vannak bábolnaiak és ácsiak, én például ácsi vagyok, és zumba, dance, fitness, táncért lépésekre alapuló edzéseket tartunk. Van egy nagyon kedves szlovákiai-magyar segítőnk, aki mindig átjön, és vele együtt szoktunk táncolni. Egy órás program, és nagyon jól érezzük magunkat. Mikor alakult ez a csoport, és milyen igény hozta létre? Hát ez egy nagyon jó kérdés, pont rossztól kérdezed. Én csak hozzá csatlakoztam, de azt hiszem, hogy már egy 11 éve alakult a csoport, én 3 éve csatlakoztam, és nagyon sok mozgékony ember lakik itt, mozgékony fiatal asszonyok, akik szeretnének még többet mozogni, és különféle sportformációkat próbálnak ki, és így jött ez a Dance Fitness is. Ők szervezték be Andreát, és kérték meg, hogy jöjjön és táncoljon itt Bábolnán is, és tartson órákat. Mit láthatunk ezek után majd a színpadon? Ahogy látszik, kék és sárga csoportba öltözve 6 darab táncot fogunk bemutatni, rövid kis koreográfiákat, mozgalmasan zumba és egyéb hip-hop lépéseket ötvözve, és reméljük, hogy tetszeni fog a nézőknek. Majd a Tiamo Modern Tánc Egyesület zárta a fellépők sorát a helyi kategóriában. Lajos Henével egyeztetve azt hiszem, hogy ők is hozták azt, amit kértünk tőlük fellépésben. Az egyik műsorszámunkban ugye a Tiamo gáláról tudósítunk, illetve készültünk egy anyaggal, most pedig már itt találkozunk a Kuborica Fesztiválon, ez is jól jellemzi, hogy mennyi dolgotok van itt a világban. Így van, az élet nem áll meg, hála Istennek ismételten meghívást kaptunk a Kukorica Fesztiválra. Ez számomra a szívügyem tulajdonképpen maga a Kukorica Fesztivál, hiszen az első adandó alkalommal mi már felléptünk, mint Tiamo annak idején, tehát én is, mint táncos, 10 éven keresztül vettem részt a Kukorica Fesztiválon, és örülök, hogy ezt tovább tudtuk vinni, és hogy az én csapatom is részt vehet ezen a rendezvényen. Hát gondolom, ezt nem hagynátok ki, annál is inkább, mivel most már azért szépen gyűlik a közönség, és nektek gondolom az a fontos, az a legfontosabb a táncosoknak, hogy minél többet táncoljanak közönség előtt. Valóban ez így igaz, nagyon jól meg tudod ragadni az igazságot. Nyilván az impulzus, amit kapnak a színpadról állva, nagyon fontos és elengedhetetlen, hiszen azáltal egy visszajelzés is kapnak a gyerekek, hogy a közönségnek mennyire tetszik, amit csinálnak. Na hát ide milyen produkciókat hoztatok? 9 műsorszámmal készültünk, most egy picit más koreográfiákat hoztunk, mint az előző fellépéseken, ami itt volt Bábolnán, hiszen ugye nagyon jó a színpad, úgyhogy próbálom kihasználni, hogy a rendes tánctermi táncokat is be tudjuk mutatni, azokat, amikkel világbajnokságon voltunk, illetve más koreográfiákat, csoportosokat is hoztunk természetesen, hogy mindenki részt tudjon venni. Hotel, swing on planes, blessed to say, money ain't a thing, club jumping like LeBron now, bowl it, order me another round, homie, we about to clown, why, cause it's about to go down, swing your partner round and round, and then the night is going down, one more shot, another round, and then the night is gone. Volt még 3 olyan kiegészítő program, amit nem említettünk, az egyik ezek közül a gyermeki íjáztatás, ami szintén itt van, van ott egy íjászpálya, és akkor gondolom, hogy adódott a ötlet, hogy természetesen ki kell használni. Ugye adott a szabadidőpark az összes lehetőségével. Rengeteg szabadidőpark is van a környéken, de azt hiszem egyikben sincs íjászpálya. Pláne nem ilyen rugalmas vezetővel, mint Nagy Gergő, akire eddig
Én mindig számíthattam, nem volt ez másképp most sem. A Kukorica Fesztivál idejére is meginvitáltuk őket, hogy esetleg gyermeki játszatással ők is foglalkoznának el. Őket egy órától 5 óráig kértük, ha jól emlékszem, elnézést, ha nem. És Gergő azt a visszajelzést küldte nekem, hogy végig pörgés volt. Úgyhogy megnyugodtam, hogy az íjáztatás az mindig érdekli a gyerkőcöket, mindig kipróbálják, és habár egy kicsit kijebb esett a park területétől, de nem voltak restek a szülők átsétálni a gyerekekkel és kipróbálni az íjászkodást. Úgyhogy köszönöm szépen az együttműködést a bábolnai íjászoknak. Volt itt még egy régész játszóház is, ott a Magaslesnél. Most 3 régész érkezett Esztergomból, akik például régész homokozóval készültek, tehát ténylegesen csontokat kellett kiásni kis ecsettel a föld alól, úgyhogy megtapasztalhatták az igazi régészkedés élményét a gyerkőcök, illetve viseletben érkeztek, ez sem hétköznapi látvány, középkori viseletet öltöttek magukra a régészeink, és egyéb kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták még a gyerekeket. Kész akarva hagytam a végére a sportcsarnokban megrendezett vasútmodell kiállítást, azért, mert ez tulajdonképpen az én gyermekkorom egyik nagy élménye is, másrészt pedig itt láttam, hogy a gyerekek, a fiatalok, az idő mindenkinek a körülbelül óriási népszerűségnek örvendett. Egy nagyon kedves ismerősömtől hallottam az egyes villamos klubról, akik azzal foglalkoznak, hogy egy vasút és villamos modell kiállítást építenek meg, és akkor napokon át az látogatható. A sportcsarnokot adtuk rendelkezésükre, amelyben 1048 négyzetméteres kiállítást építettek nekünk. Ők már szerdán ide érkeztek, és péntek reggelre készültek el a kiállítással, úgyhogy pénteken reggel 9 órától látogatható volt a kiállítás. Arra is gondoltak, hogy lesz olyan gyerkőc, akinek ez túl nagy, és nem köti le a figyelmét, ezért szintén még a sportcsarnokban helyet kapott egy vonatos játszóház, amelyet körbe raktak padokkal, így a szülők megpihenhettek, amíg a gyerkőcök játszottak a vonatokkal. A gyermekkoromat idéző vasútmodellek vannak itt, és látni itt olyan könyveket, hát autóbuszokat, autókat, amelyek szintén a 60-as, 70-es éveket idézik. No, hát honnét a szerelem? Hát ez gyerekkorban kezdődött természetesen, és ez így nagyjából megmaradt. 2006-ban alakult a vasútmodellező egyesületünk, azóta szépítgetjük a terepasztalainkat. Hát ahogy látom, nem csak a idősebb korosztályt érinti meg ez a történet, hanem azért a fiatalabbakat is. Ugye a legfiatalabbak nyilván rácsodálkoznak erre, mert ma már nem nagyon játszanak ezzel, vagy igen? Vannak gyerekek. Nálunk is van néhány egészen fiatal srác, és van néhány, aki egészen fiatalon jött hozzánk, és most már felnőttként is még velünk tart. Itt a vasútmodelleknél azért több kategória van, ezeket tudjátok itt egyesíteni méretben, formában? Ez mind H0-ás méretű terepasztal és jármű, ami azt jelenti, hogy 1:87 méretarány. Viszont ami érdekesség, hogy nagyjából mögöttem ott van, és picit mozog is az H0-e, ami azt jelenti, hogy H0-ás méretarány, de a keskeny nyom közül változat, tehát más a sín szélesség. Mekkora a klub iránt az érdeklődés? A klubtagok hányan vannak? 12-en, 14-en vagyunk, ez változó, van egy néhány inaktív tag, de körülbelül ennyien vagyunk, és azok rendszeresen jönnek és részt vesznek a rendezvényeinken. A fiatalok és a gyerekek érdeklődését hamar fel lehet kelteni ez iránt? Igen, hogyha kellőképpen értelmesen, szépen beszélünk róla, akkor érdekli őket. Vannak, akik rá is kapnak erre a történetre? Igen. Talán meg kell mutatni, el kell magyarázni, hogy mit csinálunk, hogy csináljunk, mibe tud ő segíteni kisgyerekként, és akkor elég hamar rávehető egy kisebb gyerek is. Gondolom, neked van egy egész komoly gyűjteményed. Igen. Mekkorára rúg ez? Nem tudom, vonatom nem olyan sok van, villamosaim vannak sokan, az itt kiállított villamosok nagy része az enyém.
vannak régi dolgok is, tehát amelyek mondjuk a 70-es, 80-as évekből származnak? Főleg az épületek, azokból nagyon sok még NDK korabeli. A modellek sajnos nem, néhány kocsi van, de azok a mozdonyok már nem használhatóak biztonsága. Tehát itt olyan modellek állnak, amik ha kell, egész nap megy. Tehát itt mi 9-től 19 óraig vagyunk nyitva, az 12 óra. Na most azok a modellek nem bírják. Azok úgy készültek, hogy valamikor a gyerek megkapta karácsonyra, egy-két órát, fél órát játszott vele, azt elcsomagolták, és erre volt megtervezve, megépítve. Ide komolyabb modellek állnak, amik gyakran 5-6 órát, vagy akár 10 órát is képes egyfajtában menni. Itt Bábolnán hogy vagy megelégedve az érdeklődéssel? Nagyon, nagyon, nagyon örülünk, nagyon jól érezzük magunkat. Hát tegnap szenzációs volt. Azt hiszem 8 osztály volt benne egyszerre, az körülbelül 200 gyerek, megtelt a terem, és igazán ez a jó, amikor az ember látja, hogy nem fölöslegesen építette, és néhány ember jön, azt nézelődik, hanem amikor 200 gyerek itt zsibong, és rendes hangerőt csinál, és örül. Sütött a lap, sétáltak, mikor megláttalak. Csillog a szemed, csábítom, nézett a lány. Hát hagyományos rendezvényeim már hosszú-hosszú évtizedek óta a Borsátor, ugye a Kukorica Fesztiválon, és hát egyre jobb borok teremnek itt a környéken, ugye ahogy azt a borversenyeken is szoktunk tudósítani borversenyekről. No, itt mivel készültetek a Kukorica Fesztivál látogatói számára? Hát nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit, a stábot is. Hát igen, az az igazság, hogy azt hiszem, hogy ez a Bor Barát Egyesület, illetve az előtte beindult bor versenyek megadták az alaphangját annak, hogy jobb borokat és évről évre jobb borokat termeljenek a környékbeli borászaink. Hát most is egy ilyen rendezvényen vagyunk, a 14. alkalom, amikor borsátorba hozzuk a borainkat, és kóstoltatjuk a nagy közönséggel, úgyhogy ez a Kukorica Fesztiválnak az egyik kísérő rendezvénye. Úgy eddig is jól alakult, és remélem, hogy ma is úgy tűnik, hogy jó lesz. Pedig Bábolna nem feltétlenül egy bortermő vidék, Bábolna környéke, az ászári borvidék az már igen, és mégis azért kialakult itt egy olyan kis kör, akik megtanultak bort készíteni, megtanultak finom bort készíteni, és egyre népszerűbb is ez a történet. Hát ugye a 22 borvidék közül az ászári és meg a neszmélyi borvidéket szokták emlegetni. A bábolnai és környékét, a Banát, Ászárt, Ácsot, igazából és Szákszendet nem, de hogyha belegondolunk, akkor ebbe a háromszögbe benne van még ez a terület is. Tehát igazából azon harcolunk, azon dolgozunk, hogy ezeknek a területeknek a borait is elismerjék a borvidék kihez képest is, és bízunk is benne, mert ahogy a borversenyeinket rendezzük, ahogy a borsátornál kínáljuk a borainkat, egyre jobb minősítést kapunk a nagy közönségtől is, tehát valószínű, hogy ténylegesen jó borokat termelnek az itteni kistermelők. Na, milyenek ezek a jó borok, milyen típusú borokat hoztak most ide a Borbarát Egyesület tagjai? Hát a mai kínálat Sauvignon Blanc, zöldverteléni, írsai olivér, olasz Riesling, ezerjó, kékfrankos oportó és oportó, amit adunk. Ugye a tagjainknak nem a 100%-a hozta a borokat, és nem biztos, hogy mindenki az egyesületnek a tagja, aki hozza a borát, de azt hiszem, hogy élményszámba megy, hogy ez egy olyan rendezvény, ahova ha tagja az egyesületnek, ha nem, akkor is szívesen idejön és bemutatja a borát. Itt ezeket a borfajtákat kínáljuk most a nagy közönségnek. Egy kis zenével is kedveskedtek azoknak, akik hát ide betérnek, kik szolgáltatják most a zenét? Most már negyedik alkalommal a Wittner Duo a
Móri csapat, úgyhogy most éppen kezdik a zenét. Jó zenét játszanak, mindent játszanak, mulatóst, rockot, amit akarunk, azt játszanak, tehát kérésre is lehet rendelni tőlük, mindent játszanak. Eddig is jó volt a hangulat, remélem, hogy ma 7 órától ugyancsak beindul, és amíg bor tartja, addig a sátrat mi is tartani fogjuk. Fiatal kéta és fiatalabb jártál, elbúrultál, nem mertem a körbevallani semmit. Hát ezután egy újabb blokk következett, nevezzük úgy, hogy sztár fellépők, és itt a operett, illetve musical műfaj indította ezt a részt. Megmondom őszintén, hogy itt a senior korcsoportúakra gondoltam, a Gregor Bernadett és Csengeri Attila előadásával, de meglepődve tapasztaltam, hogy sokkal-sokkal több embert vonzott, mint ez a generáció, és sokkal többen részt vettek különböző életkorból a koncerten, mint tavaly. Mennyiben jelenthetjük ki, hogy az operett műfaj az ma reneszánszát éli Magyarországon, vagy talán Európában is? Hogyan van ez? Az operett az egy igazi hungarikum, és szerintem pont az a műfaj, ami soha nem fog kimenni a divatból, és az érdekes, hogy akármerre megyünk, Ati képviseli különben ezt a műfajt, ami közös műsorunkban, a fiatalabbak is ismerik és tudják ezeket a szövegeket és dallamokat, és együtt énekelik a dalokat Attilával. Igen. Igen, hát éppen az az érdekes benne, hogy fiatalok hogyan jutnak ők hozzá egyébként, tehát van igény rá, vagy pedig valahogy el kell azért nyilván juttatni nekik. Hát az igény is megvan, és szerintem így a szülők, nagyszülők, a generációk, hogy nézik a tévét, önök kérték, és akkor ezt az operettet kéri Bélai Károly, Albert Falváról, kedves feleségének, és akkor szól a Szép Város Kolozsvár, hogy ez az egyik, a másik, én például a Magyar Nóták, ugye, amikor édesapám a hétvégi telken ásott, és kim volt a szokorrádió, az összetekert 2-4,5 voltos lapos elemmel, mert azt tovább bírta, és akkor hölgyem is, és jó ebédhez szól a nóta, és akkor hallottam a nótákat, vagy operett műsor. Tehát, hogy így szerintem a szülőkön keresztül, maguk a fiatalok már inkább Miley Cyrus-t, vagy Saidi Miley-t hallgatnak, meg mindenféle más ilyen modernem zenét, de így oldalágról, úgy szülők, idősebb generáció megtalálja őket az operett, és az a tapasztalatunk, hogy elénekünk egy mostani slágert, egy musical, de az operettre pedig elkezdenek mozogni, tapsolni, közösen énekelni, hogy azért valahogy talán a génjeinkben is hordozzuk ezt meg a magyarságunkban, hogy az operett azért a miénk. Az angol szászok jobban csinálják a rockot, a popot, a diszkót, a musical világot, de az operett az nagyon magyar. Amit én szeretek szintén, és talán ez is egy picit már retro műfaj, a sanzonok világa, vagy a filmzenék, karádi dalokat szoktam énekelni, illetve szoktunk Attival olyan duetteket is elénekelni, ami már egy picit mai, az is múlt század, de például a Jöjj kedvesem, az 1977-es Örökzöldje. Úgyhogy mindent megtalál a közönség a műsorunkban. Nyilván csak operett az nem lenne annyira szórakoztató, ha körbenézek, hogy milyen korosztály van, milyen összetételű közönség. Tehát ők azért elvárják a kicsit táncolható, modernebb dalokat is, de biztos, hogy az operettre fognak fölállni, és azt mondani, hogy éljen így rockvillával a kezünkben, hogy éljen a Hajmási Péter, Hajmási Pál. Komolyan gondolom, hogy hozzám tartozol, és én hozzám tartozom. Rendben jönnek majd a dolgaid, és itt bábolnán lesznek még szép napjaid. Hát ezután igazi sztár vendég érkezett Olá Gergő személyében.
Ugye mindenki előtt ismeretes, hogy Olá Gergőnek van itt Bábolnán egy kis fanklubja, és ezért különösen jó érzés volt őt ide hívni, már lehet mondani, hogy ő hazajött, úgy is fogadott, vagyis amikor megérkezett, azzal fogadott minket, hogy hát ő már itt volt, ő már itt ismeretes, ő már itt úgymond ismeri a járást. Ez nagyon jól esett nekünk, egy végtelenül kedves embert ismerhettünk meg a személyében. Hát azt hiszem, hogy mesebeli karrier a tiéd, hiszen ahonnét indultál és ahová eljutottál, az azért nem mindenkinek adatik meg. Hát nem, ezért is én egy nagyon, nagyon szerencsés és ilyen kiváltságos embernek tartom magam, és nagyon hálás vagyok ezért az életért, meg amit eddig is sikerült elérnem, de én ezt igazából nem magamnak tulajdonítom, hanem a Jóistennek, a mennyei atyának, hogy ő így támogat és segít engem, és nem csak engem, sok mindenkit, és nagyon örülök annak is, hogy más embereket is támogat az Isten, mint például ezt a fiatal embert itt mellettem, igaz? Igen. Hát neked van egy bábolnai kapcsolatod, Gergő. Nekem egy nagyon fontos. Van bábolnai kapcsolatom, vagyis egy Salgó Tarjáni barátommal van kapcsolatom, akik hát jól megismertem és rajongok érte. Én meg érted? Hogyan történt ez a Fú, hát ez hosszú lenne elmondani, de tényleg ez egy ilyen nagyon csodálatos történet. Hát az X-faktorba, ugye, amikor indultam, hát a Geri nem nagyon tudott így hangos zenéket hallgatni igazából, nem is nagyon tudtak otthon zenét hallgatni, és a Törki a csendből című dalt, ha jól emlékszem, akkor az édesanyukája hallgatta, és csodák csodájára, de szó szerint igazából, ő is elkezdte ezt a dalt hallgatni, úgyhogy nem igazán hallgatott zenét azelőtt. És igazából mondhatjuk, hogy ő tényleg kitört a csendből, és azután 2013-tól egyszer csak ott láttuk őt az első sorokban a dübörgő hangfalak előtt. Ugye? Igen. Na, jó nagy változás volt az életemben, elkezdtem koncertekre járni, kinyíltam, meg jó élmény volt az, mikor decemberben, szilveszterkor elkezdtem hallgatni a Gerit. Na, hát mi újság veled egyébként? Tehát most mikre készülsz? Vannak-e újdonságok az életedben? Vannak újdonságok, mindig kell, hogy legyenek újdonságok, meg kell újulni mindig. Van egy zenekarom, a Romaszó nevű zenekarom, amit most átalakítottunk, Geszti Péterrel dolgozunk rajta együtt, ugye ő volt a mentorapám, úgyhogy most ez most így az év hátralévő idejét az eléggé ki fogja venni. Holnap lesz az új dalomnak a premierje, videóklipet is nyilvánosságra adjuk a holnapi napon, aztán jön a következő dal is. Dalokon is dolgozom most, meg hát jönnek a koncertek, meg családilag is vannak tervek, úgyhogy nem unatkozunk, hát meg egy, amúgy is egy 5 gyerekes család, akkor sose unatkozik, meg sose alszik. Nem késik el, ő nem késik el. Hát Király Viktor is a nagyon ismert kategória, tehát őt is azt hiszem, hogy érdemes volt meghívni, hiszen óriási rajongó táborral rendelkezik. Ugye Király Viktor koncertjére már nagyjából a 3-4 ezer főt érte el a közönség. A koncertje egyébként egy minimál felállás volt, tehát nem egyedül jött, hanem 2 zenészt hozott magával, és azt gondolom, hogy ez mindig dob a fellépés minőségén. Csúcs volt a koncertje szerintem. De tulajdonképpen beleszülettél a zenébe, hiszen ahogy látom, azért a családban látok mindenki zenért. Ez egyértelmű volt, hogy aztán te folytatod ezt a történetet? Igen, nem volt egyértelmű. Én nagyon sokáig nem foglalkoztam igazából semmivel. Én nagyon későn érő típus voltam, és nagyon-nagyon a zenészekhez képest elég idősen kezdtem el zenélni. Énekelni csak ilyen 19-20 évesen.
Szóval elég hamar, vagy a későn kezdtem, ez nem volt egyértelmű, de az biztos, hogy tudat alatt bennem volt a zene, mert mindenki zenész, igen. Egyébként tanultál is, vagy pedig ilyen autentikus, vagy autodidakta módon? Hát inkább autodidakta módon az elején, meg most is igazából. Csak most egy picit jobban fejlesztem magamat a zongoránál, gitárnál. Ugye mert én, hál' Istennek, legalábbis én úgy érzem, hogy hál' Istennek, ugye nem csak egy énekes vagyok, hanem egy zeneszerző. És hát muszáj, valamilyen szinten muszáj játszani hangszerem, hogyha akarok zenéket írni. Stílusod az mennyiben változott ahhoz képest, amikor így elkezdtél zenélgetni, énekelgetni? Milyen stílusban kezdted el, és akkor hova jutottál el? Ez érdekes, amikor elkezdtem először énekelni, akkor még egy rock zenekarban voltam, ugye előtte doboltam. Aztán éles váltás, pont ilyen fajta zenéket kezdtem énekelni. Ilyen George Michael-okat, meg Stevie Wonder-okat, ilyen inkább a soul irányába mentem. És most azt veszem észre, hogy nagyon pop, nagyon, szóval tényleg ilyen átfogóan pop, de ez a rádió barát zene. Én szeretem azt, amikor van egy zenének egy jó hangulata. Én amikor zenét írok, vannak olyan időszakok, meg olyan dalok, ami ilyen mélyebb dalok, elgondolkodható, de nagyjából én is olyan fajta ember vagyok, aki bekapcsolja a rádiót, vagy egy albumot, és szeret bulizni rá. És én ilyen zenéket szeretek írni. Egyébként zenekarral lépsz fel általában? Tehát mindig élő zene az, amit mögötted magad mögött tudhat? Igen, ezt is hál' Istennek most elértük azt a szintet, ahol majdnem minden fellépésünk nagy élőzenekarral. Ha épp nem tudunk nagy élőzenekarral fellépni, akkor úgy oldjuk meg, van egy olyan neve, hogy minimál. És akkor ketten jönnek a zenekarból, és így félig össze, félig ilyen live, félig fél playback, szóval így összekeverjük az egészet. Most mit kapunk itt Bábornán? Most a minimál felállás van. Egyébként mivel foglalkozol mostanában? Vannak-e terveid? Van-e valami új dolog, amivel készülsz? Hát most új dalok vannak, közreműködések, meg szólódalok, és szerintem októbertől jön egy olyan időszak, ahol újra forgatok klippeket, és kreálok anyagot, amit majd remélhetőleg jövő nyáron nagyon jól fogunk szórakozni, meg bulizni együtt. A következő fellépő Tóth Andi volt, akivel hát sajnos nem tudtunk interjút készíteni, mert ő nagyon, nagyon fáradt volt, és tényleg megértettük, hogy a koncertjére koncentrál, de hát ő is egy tévés sztár egyéniség, akinek a dalait ott énekelték a közönség soraiban. Tóth Andi egy koncertről jött, itt tartott egy koncertet, és egy koncertre ment. Úgyhogy ezért volt neki sűrű a programja, és ezért volt nagyon fáradt, amit nekünk jelzett is. És ezért mi sem zaklattuk egyéb plusz kérésekkel, például az interjúval, vagy fotózási lehetőséggel. A Tóth Andiról tudni kell, hogy ő nem a 20 fölötti közönség. Megszól az ő zenéje, műfaja. Ezért hívtuk őt meg, hogy a 12-től 20 éves korosztálynak is hívjunk fellépőket. A 35 éves korosztály gondolom, hogy nem úgy értékeli ezt a koncertet, mint egy 20 éves, viszont én láttam, hogy a közönség tér, ami 40 méternyi volt, abból az első 20 méteren a 12-től 20 éves korosztály állt, és hangosan énekelte az ő dalait. Tehát én nagyon örültem annak, hogy végre tudtunk olyan programot is nyújtani, ahova ezt a közönséget hívtuk ki. Őket nehéz megszólítani is, Bábolnán nincs is, nem is nekik szól a legtöbb program, és hogyha van, arra sem nagyon jönnek ki. Úgyhogy szívből örültem, hogy a fiatalok is eljöttek, jól érezték magukat, és egy kicsit ők is tudtak lazítani. Itt vagytok, néztek, jönnek a pénzek, hagyjon nézlek, mit csináltál? Folyton téptek, de nem mindig élek, Andi, nézd meg, mit csináltál? Néztek, 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 minek nézel, minek írsz, vissza írok, hozzá, mindig sírsz. Itt vagyunk, meg nem hiszem, hogy érdek.
nagy vár. Itt voltok, nézták, jönnek a pénzek. Hanya néznek, mit csináltál? Folyton tépták, de nem én még élek. Andi, nézd meg, hogy mit csináltál? Nagyon szépen köszönöm. Nem az a lány, egy Sophie volt, aki úgymond a sztár fellépők sorát zárta. Azért hívtam meg, mert egyrészt 100 milliós megtekintettségű eléréseik vannak a közösségi médiában. Másrészt pedig úgy gondoltam, hogy a Tóth Andi fél órás koncertje után még ne menjenek haza a fiatalok. Maradjanak kint és bulizzanak, ezért kaptak ők még egy fél órát, Nem az a lány, egy Sophie-tól. Mit kell tudni erről a formációról? Egy másfél éve alkotunk egy formációt, illetve másfél éve járjuk az országot. Igazából barátnők vagyunk, barátok vagyunk, együtt. És szeretem nagyon a Fannit. És igazából nekünk ez egy ilyen baráti zenélés, nem feltétlenül munkának fogjuk fel. Jártunk már teljesen más utakon is, volt X-faktorba, volt Kismenőkbe, több tehetségkutatóba. Hát én szintén, de az nem voltak olyan komoly dolgok, nekem volt ezelőtt egy formációm. Szóval igazából egy csapatot alkotunk, és járjuk az országot, és ennyi. És nem tudom, hogy mit lehetne rólunk tudni. Igen, például azt, hogy milyen zenei stílus képviseltek, mi az, amiben be lehet, hát nem is katujázni, de sorolni benneteket. Hát szerintem ilyen hip-hop, klasszika, talán ilyen kever, pop. Zene, szöveg. Ki az, aki felel érte? Hát igazából együtt szoktuk megírni, de nagyrészt a Fanni a dalszerző. Én előadom a zenéket. Köszi, Fanni! Igen, és akkor miről szólnak ezek általában? Mi az indítatás? Mi hozza a szikrát? Igazából nálam nincs inspiráció. Nekem ez sajnos, vagy nem tudom, hogy ez most pozitív vagy negatív, de általában nekem a fejemből kipattanak a dolgok. Igen, ő leül a sarokba, és csak így fél óra alatt megírta az üres szíveket, így mondom, jó, köszi. Az igen, az már döfi. Egyébként mennyire lettetek ti népszerűek? Látom, azért itt nagyon sokan összegyűltek estére, tehát tele a színpad előtere. Hát szerintem azért egy pár ember ismer minket. Én úgy gondolom egyébként, hogy igen, népszerűek vagyunk, mivel igazából már ez lesz a második nyarunk, hogy egy tracklistával járunk. Idén fogjuk elkezdeni az új dalokat évvégétől, hogy jövőre még színesebb legyen a paletta. Szóval igazából két év alatt nem mondták még meg az emberek azokat a dalokat, amiket produkáltunk, szóval én úgy gondolom, hogy a fiatalok körébe, illetve a statisztika szempontjából 24 és 34 éve között, igen, szeretnek minket az emberek. Engem a gyerekek szeretnek nagyon, és én is őket. Mert már milliók fújják a szövegem, ha tekered a csípőt, ha a klubba belépsz, de sem hiszem, hogy lejátszák a zeném. Összeraktam magamnak egy álomvilágot, amit tanul bennem, senki se látom. Az álmom a télen is szárnyam, de szállok, nincs akadály, mert én érzek és látok. Tudom, a célom az messze van még, de utakba törünk és látjuk a fényt. Éjjeli múzsa a hold körül táncol, él meg minden, míg hat ez a mámor. Álljunk meg ott, ahogy pihennünk kell, de induljunk tovább, sose adjuk fel. Utoljára ti vagytok végig, fiek! Álmatlan esték, hajnalig elhúzódó verszék, sokan már asszanak, azok csak álmodnak, pedig ezt is kérhet, hogy fújka! Töröd az életja, ilyen egyszerű a kép, lefolyik a lé. Töröd az életja, ilyen egyszerű a kép, lefolyik a lé. Töröd az életja, ilyen egyszerű a kép, lefolyik a lé. Tombola sorsolás is várt a közönségre. Minden tombola elfogyott, azt hiszem. Igen, idén rekord számot döntöttünk a tombolával, akkor a népszerűségnek örvendett, és ezen a ponton szeretném megköszönni a tombola felajánlóknak, hogy támogatták a rendezvényünket, és neves ajándékok kerülhettek ki nyereményként. Egy jó fél órát tartott a tombola, úgyhogy volt ajándék bőven,
és délután 2 óra, azt hiszem körülbelül 2 órától kezdődött az árusítása, és nagyjából 7 órára fogyott el az összes tombola. Dam, 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 dam. Keverem, kavarom, a erőszervény pedig a... Rózsaszín, telefon, 71. Nem mondod, és Bábolna Lajos önkormányzat kitartalmas bérlete a bábolnai strandfürdőbe. Gratulálunk, meg a reggel. Na tessék, gratulálunk, szeretném megköszönni majd mindenkinek, aki felajánlásával támogatta a tombola létrejöttét. A főnyereményhez pedig gratulálunk, tapsot kérünk, ne menjetek sehova tényleg, bulikázni már nem szeretnétek, dehogy nem. Aztán egy jól ismert, Bábolnál jól ismert buli zenekar lépett színpadra, az Elektron Band, ők mindig fergeteges bulit csapnak itt. Az utcabál hangulat. Én ezt így hívom, majd javítsanak ki, hogyha nem értenek egyet, de az Elektron Band kiváló utcabáli hangulatot tud csinálni, amire még a bábolnaiak emlékeznek a régi időkből, hogy a mozi előtt az aszfalton milyen fergeteges kis utcabáljaink voltak, milyen jó bulik voltak. Ezt a hangulatot szerettem volna visszahozni az Elektron Banddel, és szerencsére kibírták az idősebb generációk a két fiataloknak szóló koncertet, úgyhogy még egy bulizás járt nekik is a végén. Hát gondolom nem egy személyben szervezted, rendezted ezt az egészet, több segítőd is volt, a munkatársaid, illetve talán még önkéntesek is. Ezt csak akkor tudtam volna egyedül megszervezni, ha legalább 20-at klónozok magamból. Így azt kell mondanom, hogy egy eléggé nagy segítői gárda van a hátam mögött, és nekik óriási köszönet, le a kalappal. Köszönjük a munkájukat, önfeláldozásukat, segítőkészségüket, megértésüket. Azt is elmondhatom, hogy egy hangos szóváltás nélkül ment le a szervezői munka és a megvalósítás része is. Közvetlen kollégáim 150%-kal látták el a feladatukat, hogyha probléma merült fel, 15 percen belül megoldották, úgyhogy köszönöm nekik a probléma megoldó képességüket, készségüket és tehetségüket. Hát éppen vége felé közeledik a Kukorica Fesztivál program folyama, és egy teljesen új helyszínen, és megújult, hát program sorozattal állt elő az önkormányzat most, ami úgy tűnik, hogy nagyon bevált. Mik ezek, melyek ezek a változtatások, amelyek bekövetkeztek a Kukorica Fesztivál szervezésében? Köszönöm szépen, hogyha így gondolja a tévéstáb is, hogy egy jó helyet találtunk, és jó kukoricafesztivált sikerült összehozni. Remélem, hogy a lakosságnak és az ide látogató vendégeinknek is ez lesz a véleménye. Elkészült az önkormányzat beruházásában egy nagyívű fejlesztés, a szabadidőpark, amelyet most élettel töltöttünk meg. Ez arra készült, hogy közösségi eseményeket bonyolítsunk itt le. Minden adottságunk megvan, hisz 9 hektáros terület, kiszolgáló létesítményekkel, és itt ebben az évben megpróbáltuk jó helyen, jó elosztásba a Kukorica Fesztivált megrendezni. A visszajelzésekből és az ide látogatók véleményéből, a bábolnai lakosok véleményéből azt szűrtük le, hogy egy jó választás volt. Egy sokkal nagyobb területen tudtuk megrendezni, a nagy színpadot itt tudtuk felállítani, tudtunk egy sátrat mellé tenni még, ahol lehet üldögélni, beszélgetni, van a hely a színpad előtt, ahol lehet csápolni a fellépőknek, és kiszolgáló létesítményeket is elhelyeztünk a csónakház mellett még. Aztán ugye szintet léptünk a véleményem szerint a rendezvénnyel is magával, mert megpróbáltunk minőségi és új művészeket bevonzani. A Magna Cum Laude egy nagyon jó, nagyon elismert zenekar, nagyon sok a kedvence, és a vezető énekes Mező Micsi, ő már volt itt a Budapest Bárral is nálunk rendezvényen, és úgy gondoltuk, hogy ismét meghívjuk őket, illetőleg a Magna Cum Laude-t először, őt újra.
És szerintem, az én véleményem szerint nagyon jó volt ma, nagyon sokaktól kaptam visszajelzést, nagyon jól érezték magukat ezen a koncerten, nagyon jó volt a koncert, nagy sikerű volt, és maguk a zenészek is azt mondták, hogy nagyon jó közönségük volt, ők is nagyon jól érezték magukat. Hát a tűzijáték szerintem mindannyiunknak nagyon sok élményt adott. Az István a király zenéjére látni egy tűzijátékot, szerintem ez egy csodálatos élmény, felejthetetlen élmény, szerintem a tegnapi nap nagyon jó volt. Az, hogy emellett volt még egy helytörténeti gyűjteményben egy helyi alkotók kiállítása, ahol a Pilis Csabai művészek is megjöttek és együtt fognak a jövőben alkotni, ez csak egy plusz jó adománya volt a tegnapi napnak. Nem tartottak attól a szervezésnél, hogy túlságosan szétszórt lesz a programok helyszíne, tehát a helytörténeti gyűjtemény, akkor ne felejtjük el a sportcsarnokot, ahol egy különleges vasútmodell kiállítás volt is. Ugye ez a hatalmas szabadidőpark, amelynek minden egyes pontját, szegletét kihasználták különböző gyermekprogramoktól elkezdve felnőtt programokig. Igen, hát tartottunk tőle, de úgy gondoljuk, hogy az első alkalom, ezek gyerekbetegségek biztos, hogy megmutatkoztak, és majd a jövőre és az elkövetkezendő években ezeket ki fogjuk javítani, hisz bábulán nincsenek nagy távolságok, tehát be lehet járni ezt a területet, ott helytörténeti gyűjtemény nincs messze a szabadidőparttól, és közben ott van a sportcsarnok, amit említettél, ahol a kiállítás volt, ami szerintem egy fantasztikus kiállítás. Pénteken az összes iskolás, óvodás megnézte, és hatalmas élményként élte meg, és ez nem csak ma, hanem még holnap is látogatható lesz, tehát vasárnap is látható lesz ez a kiállítás. És akkor emellett a szabadidőpark tényleg minden szeglete betöltésre kerül, hisz az egyik területen a bábolnai szivárványkuckó, a másikon egy régészeti gyermekjátszóház, a ládavasút, és emellett még egy hatalmas területen különböző lehetőségek a gyereknek játszóházként. Tehát itt most ma annyi élményt kaptak a gyerekek, ami szerintem ki kell, hogy tartson jövő évig legalább. Aztán a délutáni programok megint csak olyan programok voltak, hogy megmutathatták a bábolnai és a környékbeli művészeti együttesek a tudásukat, lehetőségeiket. Aztán utána megjöttek a nagy országos fellépők, és az Elektron Band zárja a bulit. Szerintem egy nagyon jó nap volt, nagy élmények voltak szerintem, meg még lesznek is. És igazából megpróbáltuk a területet meg hozzáigazítani, mert számtalan olyan dolog van, ami most készült el. Mert például az, hogy ez a fa itt mögöttünk fel van díszítve és világít, amivel már a karácsonyra készülünk, csak úgy gondoltuk, hogy Kukorica Fesztiválon beharangozóként megmutatjuk, hogy itt majd karácsonykor milyen élményeink lehetnek az adventi időszakban. De az még messze van, most Kukorica Fesztiválnál tartunk, szóval szerintem aki ide látogatott, az jól érezhette magát, de természetesen biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiken javítani kell. A Borsától kicsit távolabb van tőlünk, ott is nagyon jó hangulat van, de lehet, hogy jövőre közelebb kell hozni. Az, hogy a játszó, vagy a sipos dodgem és egyéb játékok kicsit távolabb kerültek, szerintem ez meg a hanghatások miatt jó elhelyezés, de természetesen, hogyha másoknak más a véleménye, mindenkit meg fogunk hallgatni és javítani fogunk jövőre. Ez most egy teljesen szabadtéri rendezvény volt, ugye korábban sátorban történtek az események, a fellépések. Ez azért jelentősen időjárás függő. Így van, és hét elején még itt az időjárás, köpönyeg időjárás jelző egyéb oldalak, mindenki esőt írt, úgyhogy egy kicsit szorítottunk, mert ez a terület, tudjuk, hogy eléggé iszapos terület, tehát hogyha egy nagyobb eső jön, akkor itt mindenki elsüllyed, de nagy szerencsénkre az eső az tegnap éjszaka érkezett meg, illetőleg a tűzijáték idején pár csepp esett, és megúsztuk eső nélkül, nagyon örülünk ennek. Szerintem most minden összejött ahhoz, hogy egy nagy élményekkel tarkított Kukorica Fesztivált zárhatunk. És még egy mondatot szeretnék mondani, elmondtam a színpadon is a tombola sorsolás után, hogy nagyon szépen köszönöm annak a megújult gárdának, Józsi Juditnak és csapatának, akik nagyon jól összerakták a programokat, nagyon jól összeállították és lebonyolították az egész Kukorica szervezését, és értelemszerűen mindazoknak, akik itt tevékenyen dolgoztak, a Securitynak, a polgárőröknek, a tévéstábnak, és mindenki egyéb másnak. Köszönöm szépen! Gyere, táncolj, gyere, táncolj, gyere, táncolj, gyere, táncolj, gyere, táncolj, gyere.